Köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunkban megismerkedhetnek egy beregszászi szőlészborász családdal, akik több évtized óta, több generáción át művelik a borászat szőlészet tudományát és tökéletesítik boraikat. Pincéjükben megtalálható a Cabernet Sauvignon, a Merlot és a Kunleány. Ismerjék meg ma velünk együtt a Huszár családot! Tartsanak velünk! Te vagy az, aki a családban, aki szakma szerint a szőlészettel, borászattal foglalkozik. Miért döntöttél így, hogy mégiscsak megtanuld azt, ami ide vonatkozó? Az igazság az, hogy az első végzettségem az tanári pályára terelt volna, hogyha nem húzott volna szívem inkább a mezőgazdaság irányába. Ezért gondoltam, hogy mindenféleképpen jó lenne egy szakirányú végzettségre is szert tenni. Nem mellékes az ott megszerzett tudás se. Úgyhogy így döntöttem, hogy a Kárpátai Magyar Főiskolának kertészmérnöki szakot is szívesen elvégezném, és szőlész szakirányra természetesen. Jelenleg pedig még egy szőlészet borászata kapcsolatos továbbképzésen is tanulok. A mezőgazdasági végzettség az ugye nálam van jelen a családban. És tudod hasznosítani így a gyakorlatban? Azért sok mindent sikerült megtanulnod, ellesned? Persze, hát a növényvédelemtől kezdve a kultúrnövények egyetfejlődése során szükséges dolgokat, mindent. Szóval nagyon sok mindent megtanultunk a főiskolán, ami lehet, hogy idővel ráragad az embered, de hosszú évek rutinja. És ez könnyítette a munkátokat? Nagyon sokat könnyített rajta, így van. Tehát én ajánlani tudom mindenkinek, aki ilyesmivel szeretne foglalkozni. Hol is sétálunk? Ez hány hektáron terül el itt ez a Hát ez a Kigyaussi hegy, itt nekünk egy töredéke, ami tulajdonunk, családi tulajdonban lévő ültetvényünk. Ez egy otthonel muskotáj ültetvény. Kevés rajnai rizlinge keverve. A szüret már megtörtént a múlt héten, mert így is egy picit elcsúsztunk, tehát egy késői szüretelését is szerettünk volna, hogy félédes bort tudjunk készíteni. Hát sikerült is. Tehát ez idén elég. A szőlőnek kedvező időjárás volt, úgymond, ha odafigyeltünk a növényvédelemre, akkor semmi probléma nem volt. Tehát különlegesebben semmi. Apukátok ezzel foglalkozott, aztán ti belenőttetek, ha mondhatjuk így, és a te családodról mit lehet tudni? Gyerekek, feleség? Három gyermekem van, két kislány és egy kisfiú. Na. A legidősebb az 9 éves, a legkisebb meg 7 hónapos. Gratulálunk! A feleségem a Kárpátai Magyar Vállalkozó Szövetségének az irodavezetője. Most is ott tevékenykedik, mert holnap megyünk az Omékra. Országos mezőgazdaság és élelmiszeripari kiállításra, ami Budapesten 2 évente van megrendezve. Akkor aktívan részt vesztek a munkában. Gyerkőzők iskolába, óvodába, meg otthon a legkisebb. De azért együtt a család nagyon sokat. Persze. Együtt születeltek, együtt készítitek a bort. Milyen a családi összhang? Mennyire jöztök ki jól? Szerintem feleségeket is sikerült úgy választani, hogy szépen el tudnak, együtt tudnak dolgozni. Mi is bátyámmal jól megtaláljuk a közös hangot. Gyakorlatilag mindegy, hogy ki hol épp merre van. Egymás gyerekeit iskolából, óvodából visszük, reggel együtt megyünk, egész nap együtt dolgozunk, egyszerűen nem teheti meg az ember azt a luxust, hogy mindenki külön járjon a saját dolgai után. Általában bátyám az, aki a mezőgazdaságban inkább tevékenykedik. Én, mivel elég jól tudok ukránul, én szoktam az ügyeket intézni a család
ügyes-bajos dolgait, hogy én vagyok az, aki általában úton van, jön-megy, meg amit, amennyire még az időmből futja, azt csinálom. Ki az, aki összetartja a családot? Általában az anyukák szoktak ezek lenni. Ez nálatok is így van? Ez nálunk is így van. Édesanyám a konyhában tevékenykedik szinte folyamatosan, mert azért egy ilyen 12 tagú családnak azért már elég sokat kell főzni, plusz munkásaink is vannak, 2-3, ugye nekik is már azért meleg ételt teszünk az asztalra. Édesanyám az, aki otthon van egy gyerekkel vagy kettővel, ha a harmadikkal elvegyünk, ő hozzá visszük haza kettőt, ha épp nekünk egyéb dolgunk, majd tovább kell szaladni. Úgyhogy ő a szó szerint a családi tűzhelyérzője. Felelősségteljes munka, amit ti csináltok, hogy érzitek? Van benne rizikó? Mindenben van rizikó. Nem. Ez a mezőgazdaság az egy, a szántóföldi növénytermesztés az egy ősszel elvetted, nem tudod, hogy mit ad rá a Jóisten tavaszig vagy aratásig. A szőlőpont ugyanaz, tavasszal megmetszed, nem biztos, hogy lesz belőle még szőlő, jön egy égverés, egy akármilyen természeti csapás is tönkre megy. Bármit is próbálsz esetleg növényvédelemmel megoldani. Aztán a szőlővel, ha tovább lépünk, bort készítünk belőle, a borra is vigyázni kell egész évben, a bornak is reklámot kell teremteni, meg kell próbálni eladni, értékesíteni, mert ugye nem csak keftelésből csinálja az ember, hanem megpróbál meg is élni belőle. Mindenben van rizikó. Van áldás a munkátokon? Az elmúlt évekre visszatekintve biztos, hogy nem volt könnyű a kezdet, tapasztalsz valami növekedést? Már évek óta foglalkozunk a szőlő és borkészítéssel. Egyetem befejezése után nem is volt kérdéses, hogy esetleg más munka után nézzünk, vagy elmegyünk bárhová is dolgozni. Családi vállalkozás, borértékesítés már akkor is elég jól ment. Azóta szántóföldi növénytermesztéssel is elkezdtünk foglalkozni. A 2000-es években még méhészetünk is volt, egy elég nagy létszám, hogy 200 családos méhészetünk is volt. Ennek az orosz-ukrán konfliktus pontot tette végére, mivel hogy nem lettek meg azok a vevők a piacon, akik az ár kialakításánál jelentős szerepet vállalnak. Az orosz piac rengeteg még családot elvitt Kárpátaljáról, tehát több tízezer, de akár tízezeres számok fölöttről is beszélhetünk. Az ukrán piac egyszerűen nem képes annyi méhet elvinni. Így jelentősen visszaestek az árak, tehát egy ilyen 40%-os árcsökkenésről tudunk most beszélni. Annyira nem vált jövedelmező a méhészet, úgyhogy mi azt akkoriban kezdett a turizmus is fellendülni Kárpátalján. Többek között a borturizmus volt, láttunk rá egy igényt, hogy megjelentek azok a turisták, akik szeretnének bejönni a pincébe, szeretnének a hordóból vásárolni, és így ezt az ágazatot fejlesztettük tovább. Ha jól tudom, te állatorvos vagy eredetileg szakmádból kifolyólag, ugye? Igen. És tevékenykedsz benne? Már nem. 2010-ben, amikor befejeztem az egyetemet, dolgoztam, mint állatorvos a körzetben, a környéken, de 2013 óta vagyok a főiskolán a mezőgazdasági mérnöki szaknak a tanszéki koordinátora, ez pedig már nem engedi meg azt, hogy én mindennapos tevékenykedéseim közepette még az állatokkal is foglalkozok. Ugye, ha bizonyos betegségeknél megkezd az ember egy gyógykezelést, a jószág azt nem tudja meg, nem teheti meg az ember, hogyha nekem álma dolgozni kell menni, akkor nem megyek az injekciót beadni. Így van. Ezt a 2013-ban abba hagytam. És akkor most eljutunk egy másik szakaszához az életednek, vagy a tevékenykedésednek. A Kárpátaljai Fiatal Vállalkozók Szövetségének is te vagy az elnöke, ugye? Én vagyok a Fiatal Vállalkozók Szövetségének az elnöke. Ez egy 2017-ben alakult szervezet, a Vállalkozók Szövetségének, a Nagy Vállalkozók Szövetségének a szárnyai alatt alakultunk. Igazság az, hogy 40 év alatt Európában megszokott dolog, hogy fiatalnak számít még az ember, úgyhogy nálunk is van egy ilyen korhatár, hogy 18 éves kortól 40 éves korig lehet nálunk tag, aki az akar lenni, és igyekszünk nekik segíteni, fiatal induló vállalkozóknak. Ugye az EGÁNEDE program kapcsán megemlíthessük, hogy rengeteg új fiatal bejegyzett vállalkozó lett, aki csak vagy a pályázat miatt, vagy csak eddig várt, egyszerűen várt erre a lökésre, hogy vállalkozóvá váljon. Nekik próbálunk segíteni, nekik szoktunk konferenciákat rendezni, képzéseket rendezni. Van egy most már
kezdetektől, 17-ben indult a üzleti tervezéses képzés, ahol üzleti terv elkészítését és egyéb furtélyokat tanulnak a hozzánk jelentkezők. Ez egy két hétvégés program, úgymond egy gyors talpaló az üzlethez. Eddig még mindig volt rá jelentkező, reméljük az idén is lesz össze, október végére tervezük az idén is. Akkor most hova is megyünk a gyertőcért? Péterre megyünk a 4-es iskolába, 4-es számú Kossuth Lajos általános és középiskolába tanul, most első éves. Most kezdtük az iskolát, kicsit még bele kell szokni abba, hogy kicsiknek óvodába, iskolába 11 órakor elvenni, vagy délbe elvenni, attól függ hány órája van. Általában úgy kell betervezni a napi jövésmenést, hogy a déli időtájt azért itt legyünk a városban. Egyszerűbb nekem beszaladni autóval, mint feleségemnek bebuszozni. Úgyhogy amennyiben, amikor megoldható, akkor úgy szoktuk, hogy én általában mozgásban vagyok, jövök, megyek, és akkor én elveszem. Sziasztok! Szia, Péter! Szia! Jó. Én Kata vagyok. Szia! Hogy hívnak mondani? Hogy hívnak? Szár Péter. Hú, hát te nagyfiú vagy. Szeretsz iskolába Igen. járni? Igen. Hanyadik osztályos vagy? 4. Elsős. Elsős? Még el is hittem, hogy negyedikes. És milyen órád volt? Milyen óráitok voltak ma? Mit tanultatok? Volt agya, nyelv. Biztos olvasás. Ukrán volt, angol. És melyik a kedvenced? Angol. Komolyan? Igen, de angol csak évente egyszer van. Nem baj az, nem baj. És hány tesód van? 2. 2? És jó gyerekek? Igen. Melyik jobb? Amira vagy Dani? Amira. Amira? Vele jobban kijössz? Hát egy kicsit jobban. Na és valamit mesélj nekem még anyáról, meg apáról. Melyik a szigorúbb, apa vagy anya? Papa. Papa? A Tibi papa? De, igen. Komolyan? Ő nagyon szigorú. Veszekedős? Szokott, de azért szokott huncutkodni is. Huncutkodni is? Igen. Biztos tőle tanuljátok a huncutkodást is, ugye? Igen, tőle tanuljuk. Jó van, akkor menjünk. Szia, anya! Szia, drágám! Milyen napod volt? Jó, és kaptam a fecskéért pecsétet. Komolyan? Igen. Pecsétet a néninek tetszett. Sokat ingázik a férjed, meg a férjeitek. Nagyon sokat ingáznak. Sokszor munka őket nyomon követni, hogy éppen hol tudjuk őket elérni. Úgyhogy, de annak örülünk, hogy hál' Istennek itthon vannak. Itthon vannak minden este. Minden este van, akihez oda lehet bújni a gyerkőcöknek, úgy nekünk is. Úgyhogy eznek nagyon örülünk. Meg a hasuk hazahozza őket azért dél körül, gondolom. Haza, úgyhogy azért telefonálnak, hogy mehetünk már. Úgyhogy a hasukat szereti nálunk mindenki, hál' Istennek.
És egyébként mennyire tudtok feladatot vállalni a családi teendőkbe, például a szőlészetbe? Tudom, hogy te azért háttérből, meg három gyerekkel nem nagyon könnyű, de azért kicsi szoktatok menni együtt, a szőlőbe? De hogyha tudunk, akkor segítünk. Az idén nem voltam szüretelni, de általában minden éven megyünk együtt szüretelni, de csak most Péter, hogy elindult iskolába, így egy kicsit húzósabb, mert jobban kell érte is menni, és tanulni vele, mert muszáj. Úgyhogy, de ahol tudunk, vagy ha valamit kell nekik segíteni, akkor segítünk. És egyébként milyenek a jellemük? Nyugodtabbak, mozgékonyabbak, minden gyerek más. Daniel huncutabb egy kicsit lehet, na de ő igényli, azt hiányzik neki Péter, hogy fel kell, és keresi minden nap, hogy hol van Péter, meg amire ha elmegy óvodába. De igazából így nincs vele gond, hogyha itthon van. Úgyhogy tegnap is nagyon jó fiú volt, úgyhogy mostanában azt szokta csinálni, hogy mesét néz bent, ami eddig egyáltalán nem vallott rá. Ahogy nőnek, úgy változnak az igényeik, úgy változnak a szokásaik. Úgyhogy Amira is nagyon szeret óvodába járni. Jó volt neki, hogy ott volt mellette Péter. És mindig... Egy csoportba jártak? Nem, hanem nem kint az udvaron, ja, úgy, értem. Ahogy nyáron beadtuk őket. Hányat volt olyan kicsi? Igen. Ott volt vele Péter, és az nagyon nagy biztonságérzetet nyújtott neki. Péter is ott volt. Miért? Miért? Most mindent megkérdez, hogy miért, és addig kérdezi, hogy miért. Úgyhogy... Jó testvérek? Jó testvérek, szeretik egymást. Hát szoktak vitatkozni, osztozni néha valamin, de viszont szerintem minden gyerek szokott ilyet csinálni. Testvérek hárman vannak, mindig azt kell, ami a másiknál van éppen. Úgyhogy, de jó testvérek. És Péter, ő milyen? Gondoskodik róluk? Igen, szeret róluk gondoskodni. Érzi a felelősséget, hogy ő a legnagyobb? Igen. Ha kell, leöltözteti Amirát, hogyha éppen valamit csinálok, és akkor segít nekem, hogyha nem vagyok pont elérhető, de ügyesen megcsinál mindent. És te egyébként mivel szeretsz még foglalkozni, vagy valami hobbid, amire érkeznél? A gyerekek mellett nem igazán érkezek, de szerettem varni, és szeretek is, úgyhogy lehet még ebben. Varsz, majd, és milyen téren? Ruhákat varsz, vagy ruhákat, kendőket, is, vagy asztalterítőket? Bármit, amit a varógép meg bír csinálni, úgyhogy változó ruhát is varni, ugyanúgy asztalterítőt, bármit a gyerekeknek. Egyébként mik azok az értékek, amire úgy gondoltok, hogy ez fontos a gyereknevelésben, amire oda akartok figyelni, hogy úgy nőjenek fel a gyerekeitek, ami számotokra nagyon fontos alapelv lehet? Szerintem mindenki szeretne a gyermekének megfelelően jó példát igen, mutatni, és jó példával előjárni. A tanulás az, hogy mindenhol megállják a helyüket, az élet bármelyik területén, mindenre megtanítani a gyermekünket. Ez egy nagyon fontos dolog, nem egyszerű dolog, mert a gyerek nehezen akarja azt csinálni, amit pont a szülő szeretne, és jó viselkedésre, arra, hogy szeressenek tanulni, jó kedvelüljenek le tanulni, a tanulás nem kell, hogy kényszer legyen, hanem egy jó dolog legyen, a vallás, az, hogy lássák azt, hogy hol és milyen vallások vagyunk, hogy hol nőünk fel. Az, hogy itt születtünk Kárpátalján, és itt is maradunk, itt is szeretnénk maradni, úgyhogy igazából lássák azt, hogy nem megyünk el, hanem itt próbálunk meg boldogulni. Mikor, hogy sikerül ez, de itt vagyunk magyarok, és itt is akarunk lenni magyarok továbbá is. Na, akkor most megérkeztünk a pincébe, ugye? Igen. Húha! Itt hány liter bort tárolnak? Ilyen szép hordókban. Hát itt olyan 4000 litert.
És mi az, amire igen büszke tetszik lenni? Melyik az a bor, ami a legközelebb áll a szívéhez? Hát nálunk ugye inkább vörösbor, ami menő, meg mi magunk is inkább vörösbort fogyasztunk. A bikavér általában, amit saját magunk házasítunk, három különböző borból, Merlot, Cabernet Sauvignon és Zweigelt. A turistáknak főleg a félédes kell. Főleg a nőknek, ugye, gondolom. Kelet-európai turisták inkább vörösbort isznak. De eléggé közkedvelt a magyarok körében is, úgyhogy nem okvetlen, helyiek körében is a félédes bor is. Nem okvetlen kell nekik a száraz. Fiatalabbak, lányok, asszonyok inkább a félédes bort fogyasszák. Ezek tölgyfa vagy bükkfa hordó? Tölgyfa hordó. Hát ezek régi. A legfrissebb hordó is 90-ben készült. Hű. A régebbiek. Ezek az évszámok rajta vannak, ugye itt látom 92, 77. És hol készültek ezek a hordók? Hát ez a 92-es kettő, ez Beregen. Az a másik kettő az itt Tardóban, a 90-es. A többit meg hát édespámtól kaptam, arra nem is emlékszek. Volt valamelyik, talán az ott Szélen búcsúba. Gyönyörű a színe. Fú, csodálatos. Hát és akkor... Meg is kóstolhatjuk. Egészségünkre. Nagyon finom. Ez az, amit miből tetszenek házasítani? Merlot, Cabernet Sauvignon és Zweigelt. Nagyon finom. Honnan is ered a huszár családban a szőlőszet, borászat, művészete, ha mondhatjuk így? Mondhatjuk. Valamilyen szinten az is. 70-es években, amire így visszatudok emlékezni, kezdődött az egész. Szüleimnek vagy dédszüleimnek biztos volt addig is saját boruk, mert azért itt van az a szép ordai hegy, vagyis akkor még szép volt, most már nem annyira. Tele volt szőlővel valamikor. És hát mindenki, aki igyekezett legalább egy hordócskával tartani otthon. Utána pedig lehetőség hozta az alkalmat, ugye, mert hát akinek elfogyik, az csak meg szeretné inni másnap is. Így van. És akkor megveszi. Igen. Akinek pedig volt rá ideje, alkalma, az tudott több bort is készíteni. És akkor hát nem hivatalosan, de árultuk. Értem. És milyen szőlőfajtákkal kezdtek? Mi az, ami alapnak számított? Itten csak amíg nemes szőlők voltak a hegyen, arra én nem emlékszek, hogy abból ki mit vitt haza. Már mikor otthon a háztájából megteremett szőlőt dolgoztuk fel, az már csak Izabella volt. Voltak nemes szőlők a ház körül is, csak nem úgy volt gondozva, hogy kellett volna. Kevés volt a permetezés neki. Napfény, azért a kertben nem az igazi hely egy nemes szőlőnek. Szépen kipuszkolgattak, megmaradt az Izabella, a kadarka, a fehér szőlők közül a egyik-másik hibrid fajta. És ebből alakult az egész. Eleinte minden szőlőt egybeszedtünk. Nem volt, még az se volt, hogy vörös vagy fehér bor. Egybe darálták. Utána kezdtük külön szedni, akkor utána kezdtük a vöröseket fajtánként külön szedni. Kereslet hozta az egészet, hogy elkezdtünk utána nemes szőlőkkel is foglalkozni. Kigyóson vettünk egy parcellát, ott Muskotályatonél van. Itt az Ardai hegyen van egy parcellánk ebbe. Müller Turgó, most már mondhatom, hogy volt. És a fiúkat hogy tetszett bevonni ebbe? Akarták? Maguk is? Belenőttek? A gyerekeknek érdekes eleinte. A munkát az csak később veszik észre belőle. De természetesen belenőttek. Nem akartak más irányba inkább próbálkozni? Gazdálkodni? Hát
próbálkoztak ők, mert mind a kettő főiskolát, egyetemet végzett. Egyszerűen... Ez volt adott. Ez volt kéznél. Így van. Na, de nem csak borokat tetszenek gyártani. Jól látom, van itt ágyas pálinka. Azért akárhogy is igyekszik az ember egy-egy hordót, hát át kell alakítani pálinkává. Én főleg olyan ágyas pálinkát készítünk, amin nem oldódik ki cukor. Értem. Birsalma, zöld dió, még lehet mondani a földiepér, szamócát is. Ne legyen édes, ne legyen cukoros utóvíze a pálinkának. Nekünk ez a legfontosabb. Melyikre tetszik a legbüszkébb lenni? Melyik a legfinomabb? Birsalma, persze, természetesen birsalma. Na, de hát egy évig is áll. És hol tetszenek értékesíteni? Hát itthon, főleg itthon, háznál. Van egy-két kiskereskedő, de jelentéktelen a forgalom. Hát ha túl messzire nem visszük, a közeliek meg úgy, ha mindenki tudja, hogy mit tőlünk van, akkor egyszerűbb, ha mit tőlünk veszik meg. Így van. Olcsóbban hozzájutnak. Igen. És megéri ezt csinálni? Szeretetből tetszik ezt csinálni? Vagy meg lehet belőle élni? Meg lehet élni belőle. Hát szeretetből csináljuk természetesen, mert másképp nem megy. Na, valahogy így palackoznak egy bort a Huszár családi pincészetben. Mai műsorunkban őket ismerhették meg. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!